De jó, hogy már itt vagytok. Így érkezett meg csütörtök este Székesfehérvár a Csíkcsomortámból, azaz erdélyi csapat, akiket péntek reggel már Lene Zsolt alpolgármester fogadott a városházán. Mi is adnak egy kicsi erdélyiség. A színjátszók ide sem érkeztek üres kézzel, finomságokkal teli batyut adtak át a házigazdának. A Lármafa Egyesület színjátszói a Haza című film szombati bemutatójára érkeztek városunkba, hiszen a Lantai Májer József hadifogoly naplója alapján készített film szibériai jeleneteiben tűnnek fel a csomortániak. A film ezen jeleneteit ugyanis a csiki havasokban rögzítették az évelején, így a szereplőgárdát is helyben toborozták a forgatásra a készítők. A színjátszók a filmben is látható korhű ruhákat maguk varták, és a filmben szereplő ételeket is maguk főzték. Nagy izgalommal jöttünk, és örültünk, hogy minket választottak annak idején. Megyeri Zoltán volt az, aki felkért, hogy nem vállalnánk el az ottani forgatáson alatt a szereplést. Mi előre nem tudtuk, hogy mivel jár ez, de most nagyon örülünk, hogy minket választottak. A csoport programjában persze nem csak a filmbemutató szerepel a hétvégén, a Haza stábjának tagjai igyekeznek minél több mindent megmutatni Székesfehérvárból a csíkcsomortániaknak, akiknek eddig nagyon tetszik az ország történelmi fővárosa. Ja, gyönyörű. Olyan úgy képzelem magamat, mint a mennybe volnék. Tehát nagyon-nagyon gyönyörű. Az Erdélyből érkező színjátszók a stáb tagjainak is igyekeztek kedveskedni. Három vörös fenyő csemetét hoztak magukkal az erdélyi havasokból. Ami a legfontosabb és legjelképesebb számunkra, ami az összetartozásunkat jelenti nekünk, hogy hoztak Csíkcsomortánból három darab kis facsemetét, amit szeretnénk elültetni a médiacentrum udvarán, azért, hogy ez így örökre megmaradjon. És hát ezek ilyen hatalmas vörös fenyők, úgyhogy hát reméljük, hogy majd a természet is kegyesen bánik velük, és akárhányszor majd ránézünk ezekre a fákra, akkor mindig majd eszünkbe jutnak azok a szép erdélyi napok, meg ezek is. A fákat kora délután el is ültették a csomortániak a médiacentrum udvarán, egyúttal el is nevezték a három aprócska fenyőt, Székesfehérvár, Haza és Csomortán nevet kapták a csemeték a keresztségben. Szívből hoztuk nektek, és mindig gondoljatok rá. A színjátszókkal október 26-án szombaton a filmbemutató előtt is találkozhat bárki, hiszen a Pál István országos amatőr színjátszó találkozón is szerepel majd a Lármafa Egyesület. Szombaton 00:30-kor lépnek majd színpadra az Öreghegyi Közösségi Házban, majd 19:45-től a Vörös Marti Színházban vesznek részt azon a beszélgetésen, amelyen a film születésének hátteréről lesz szó, az este 19:00-kor tartott filmpremiér előtt.